Karcagváros 2. számú öblözetének csapadékvíz elvezetése. Top kötőjel 2.1.3 kötőjel 16, kötőjel J1 kötőjel 2021, kötőjel 00014. Karcagváros önkormányzata a top kötőjel 2.1.3 kötőjel 16 kötőjel ilyen 1 kötőjel 2021 kötőjel 00014 azonosító számú Karcagváros 2. számú öblözetének csapadékvíz elvezetése című projekt megvalósításához 800 millió forint 100%-ban visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt célja a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz és helyi vízkárveszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadóvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő összegyűjtése, elvezetése. Korábban a település bizonyos részein a csapadékvíz elvezető csatornák rendszerei nem voltak képesek feladatukat ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kellett oldani, meg kellett szüntetni a fenti hiányosságokat. A beruházás megvalósítása során a vízrendezés végrehajtásával a vízi létesítmények olyan állapotba kerültek, hogy azok a továbbiakban vízkárt, elöntést nem okoznak a belterület magán, közösségi és állami létesítményeiben. A projekt keretében az alábbi fejlesztések kerültek megvalósításra. 10.253 méter hosszon épült, nyílt, burkolt csatornahálózat, illetve vannak tartozékai, áteresz, kapubejáró, valamint 1.353 méter hosszan épült, zárt csatornahálózat. A település belterületi csapadékvíz csatorna hálózatához kapcsolódó ketteszámú számú öblözet vízilétesítményeinek fejlesztése jelentősen hozzájárult a lakóingatlanok és a köztulajdon védelméhez. A jelentős mennyiségű csapadékvíz és belvíz már nem okozhat a korábbi időszakban tapasztalható károkat. Épült egy 4200 négyzetméter hasznos térfogatú záportározó. Az új záportározó rendszerbe való bekapcsolásával a terület hasznosítható vízkészletének időbeni megoszlása is jelentős mértékben javult. A csapadékcsatornák tervszerű kiépítése, valamint a hálózat rekonstrukciója után a tervezéssel érintett területe jelentősen csökkent az elöntések valószínűsége és tartósága. Megépítésre került egy 400 liter per másodperc összkapacitású csapadékvízát emelő telep. A projekt fő céljai a kivitelezés befejezésével teljes mértékben megvalósultak. Növekedett a környezetbiztonsága, javult a környezet állapota, csökkent a belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettsége, javult a felszíni vizek minősége, a megépült hálózat által megelőzésre kerülnek a további környezeti káresemények.